Egyre rosszabb állapotba került az évtizedek folyamán a régi temető ravatalozója. Építészek statikus vizsgálata alapján világossá vált, sajnos menthetetlen az épület. Mivel zsúfoltsága ellenére még mindig többen temetkeznek a régi temetőben, ezért a város vizsgálja egy új ravatalozó épületének felépítését. Több hónapos egyeztetés után a Városházán múlt héten bemutatták a kiválasztott tervet, amelyről Dobó Zoltán polgármestert kérdeztük. Tapolcán kettő temetőt használunk leginkább, három temetővel rendelkezik egyébként a város, van egy régi köztemetőnk, van egy új köztemetőnk, és van egy izraelita temetőnk, amit egyébként szerintem mindenki tudja, hogy nemrégiben egész szépen rendbe raktunk, pályázati forrásból, közadakozásból és társadalmi munkával szépen megújult az izraelita temető, és a ravatalozója is teljesen más képet mutat, mint ezelőtt pár évvel. Most a kérdés a régi temető, a régi köztemetőnknek a ravatalozójára vonatkozik. Körülbelül egy évvel ezelőtt építészmérnökök bevonásával megvizsgáltuk, főépítész urat kértük meg, és egy külső szakértőt kértünk meg, hogy nézze meg, hogy felújítható-e, és hogy kéne felújítani a régi temetőben a ravatalozót, mert alapvetően mi felújításban gondolkoztunk. És hát akkor a szerkezet átnézése és megvizsgálása során kiderült, hogy olyan statikai problémákkal állunk szemben, nem javítható, nem újítható fel a ravatalozó, ezért döntöttünk úgy, hogy új ravatalozót szeretnénk építeni. Ennek az új ravatalozó építésének úgy fogtunk neki, hogy a témában már járatos építészirodát kerestünk, akinek már voltak hasonló megbízásai, és az egyházzal is, az egyházakkal is van kapcsolata. És kértük, hogy néhány koncepciót hozzanak. Ez a néhány koncepció, ha jól emlékszem, 8 vagy 10 koncepció volt, és az első körben a történelmi egyházak bevonásával, a temetkezési cégek bevonásával, a műszaki osztályunk és a főépítész bevonásával szűkítettük a kört. Utána a képviselőtestület tagjait is bevontuk a következő körbe, és végül is egy épület maradt a 8-ból vagy 10-ből, egy koncepció, és ennek a koncepciónak a részletesebb kidolgozását mutatták most be előttünk a tervezők. Szó esett arról, hogy milyen színű legyen, milyen tájolású, milyen formavilágot képvisel, és a képviselőtestület tagjának most lehetőségük volt megkérdezni, átbeszélni ezt a koncepciót, ezt az új ravatalozót. Voltak kérdések, úgy láttam egyébként, hogy egy termékeny beszélgetést tudtunk lefolytatni a tervezőkkel, és én azt tapasztaltam, hogy a képviselők mindegyikének elnyerte a tetszését az építészéről által hozott épületrajz, tervrajz. Hogyan tovább? Akkor nyilván a képviselőtestület elé kerül majd a terv, vagy egy teljesen részletes terv, és aztán megkezdődnek a hatósági engedélyezések, de mikor lesz ebből ravatalozó? Szerintem, hogyha igyekszünk, és minden stimmel, minden időben megkapunk minden engedélyt, akkor én azt gondolom, hogy 2024-ben már egy új ravatalozó áll a régi temetőben. Megvizsgálva, hogy melyik temetőben a tapolcaiak mennyit temetkeznek, még mindig a régi temetőben temetkeznek többet. A konkrét százalékos arány az a 52-48 százalékos arányban a régi temetőt használja a lakosság gyakrabban. Általában egyébként urnás temetkezés jellemző a régi temetőben, nem kizárva, hogy hagyományos koporsós temetést is kér valaki, de ennek a jogszabályi lehetőségei igen szűkek már, ezt most nem részletezném. A következő 25-30 évben még mindig szükség lesz ravatalozóra, ezért indokolt, hogy egy új ravatalozót építsünk a régi temetőbe. Lesz egy köztes időszak, amikor már nem lesz a ravatalozó, de még az új nem készül el. Ebben az esetben milyen szolgáltatást tud nyújtani akkor a város önkormányzata a temetkezésekhez?
köztes időszakban a kegyeleti szertartásokat a régi temető kápolnája előtti kis téren oldanánk meg. Most a szép díszburkolattal látjuk el, és egy a célnak megfelelő minden szempontból kifogástalan sátor szerkezettel állunk majd a rendelkezésére a temetőt használóknak. Máshol már én magam is jártam olyan temetésen, ahol az átmeneti időszakot így oldották meg, és azt tudom mondani, hogy meg lehet oldani a kegyeleti szempontokat maximálisan figyelembe véve, szép temetést, szép ravatart lehet létrehozni egy ilyen helyen is. A jövő héten már munkaterület átadás történik a régi temető kápolnája előtt, és elkezdjük rendbe hozni ezt a teret, és a régi ravatalozóval csak abban az esetben történik bármi, ha már lehetőséget biztosítottuk annak, hogy a ravatalozót át tudjuk ideiglenesen helyezni egy sátoros formában a kápolna elé.